Ez a tábor nyugodt teret ad az alkotásra. Az első alkalommal hagyományteremtő szándékkal Simon Tornyán megrendezett alkotótábor a roma kortárs festőművészeknek ad lehetőséget a kibontakozásra. Téma a cigány eredetmondák feldolgozása. A 14 festő a saját képi és színvilágát használja fel ebben a tematikában. Kunhegyesi Ferenc festőművész a tábor szakmai vezetője. Ha jól megnézzük, hogy a munkáimat, maga a formákat, akkor egy nagyon arhaikus világba léptem vissza. Akár mondhatjuk, hogy több ezer évet. Tehát én biztos vagyok abban, hogy minden nemzetnek, kultúrának megvannak azok a tudattalan szimbólum rendszerei, amiből így meríteni tud. Tehát én most gyakorlatilag nagyon mélyre mentem magamba, és hozom felszínre azokat a ősképeket, ősemlékeket, esetleg, amit így átörököltem. A cigánykultúrát és az abban rejlő értékeket régóta támogatja a Gandhi Gimnázium közhasznú non-profit Kft. A most megrendezett alkotótábor mint egy folytatása egy diákokkal megvalósított korábbinak. Ott az egészen fiatalok mutathatták meg a festészet képzőművészet terén tudásukat. Őket a mostani tábor résztvevői irányították az alkotó munkában. A most itt tartózkodó festőművészek, ők már régebb óta kapcsolatban vannak a Gandhi Gimnáziumnal. A mostani tábornak az egyik legfontosabb mondandója az, hogy megmutassuk a gyerekeknek ezt a fajta kultúrát, ezt a fajta művészetet, illetve hogy az itt készült képek közül a kiválasztott képeket a Gandhi Gimnáziumba kiállítsuk, és a nyilvánosság számára is meg tudjuk mutatni, hogy milyen értékek vannak a cigány kultúrában. A Gandhi Közhasznú Szervezet a fenntartásában működő nemzetiségi roma módszertani oktatási és kulturális központ a NEROK szervezésében valósította meg a tábort. Az alkotásokból minden művész egy-egy képet felajánl a Gandhi Gimnázium számára, ahol állandó kiállítást rendeznek a festményekből, grafikákból.